vádirati tényállás szerint a vádlott egy éven át kereskedett zen, biofű és varázscigi néven emlegetett új pszichoaktív anyagokkal és kábítószerrel. A dohányt összekeverte vagy átitatta a hatóanyagokkal, majd papírba, illetve alufóliába csomagolva értékesítette. Egy pakkot 1000 forintért, majd 2022. májustól 2000 forintért árusította. A vádlott által forgalmazott anyagok egyrészt az új pszichoaktív anyag, ez az ADB butinaka, másik pedig a 2021. januártól kábítószernek minősülő pika kábítószer voltak. A fogyasztók előzetesen telefonon és interneten kommunikáltak a vádlottal, a pakkot virágnyelven percnek nevezték. A vádlott mindezt saját lakásán és annak környékén folytatta. A vádlott minden héten hétfőn 8 és 10 óra között, minden héten pénteken 8 és 10 óra között köteles a szexuális rendőrkapitányságon jelentkezni. A vádlott a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, más hatóság, igazságügyi szakértő idézésével kapcsolatos megjelenési kötelezettségének teljesítése, megjelenési jogának gyakorlása érdekében külön engedély nélkül köteles megjelenni az idézésben megjelölt helyen és időpontban, azonban erről előzetesen az idézés bemutatásával köteles tájékoztatni a szexuális rendőrkapitányságot. A vádirati számítások szerint az egy éven át tartó bűncselekménnyel több mint 3 millió forintot keresett, a tőle lefoglalt kábítószerek összegzett hatóanyagtartalma jelentős mennyiség alsó határának több mint kétszerese volt. Az anyagot előbb ismeretlen forrásból, majd 2022. márciusától egy komlói lakostól szerezte be. A vádlott volt már őrizetben és letartóztatásban is. Jó ideje bűnügyi felügyelet alatt áll. A jó ideje egészen pontosan azt jelenti, hogy 2023. október 20-ától elrendelt ez a bűnügyi felügyelet, tehát az eltelt idő azt mutatja, hogy azóta újabb büntetőeljárást nem indítottak ellene. A 2023. október 20-át követő időszakban elkövetett bűncselekmény miatt az előkészítő ülésen szabályszerű idézésre megjelent, úgyhogy azt gondolom, hogy szükséges és aranyos és ügyi felület felesleges visszatérni a letartóztatásra. A gyanúsított nem mondott letárgyaláshoz való jogáról, nem tett beismerő vallomást, a törvényszék ezért kitűzte a tárgyalást.